Port és egyéb eszközök érkeztek csütörtökön a Polgárdi Ipartelep fogyatékos otthon gondozottjai részére az E-Generáció Egyesület felajánlásából. A súlyosan fogyatékkal élőkkel foglalkozó intézmény és az Egyesület múltja már nem új keletű, Pletcher Ádámék Egyesülete már többször nyújtott segítséget. Mi mindig olyan ügyet szeretünk támogatni, amit hát lehet, hogy sokan mások nem tartanak olyan izgalmasnak, vagy egy kicsit háttérben van és el van dugva, ha szabad így fogalmazni, az emberek elől. És azt gondolom, hogy ez intézmény is egy olyan intézmény, ami megérdemli azt, hogy segítsünk, az itt lakók megérdemlik azt, hogy minél több mindent tudjunk adni, és az ő életük minél könnyebb és jobb lehessen, úgyhogy tényleg azt tudom mondani, hogy nem volt kérdés, hogy ha van lehetőségünk, akkor segítünk. Beszereztünk okos mérlegeket, amire itt szükség volt. Az adományok között szerepel vércukorszintmérő és okos mérleg is. 2023. novemberében a Polgárdi Ipartelep fogyatékos otthon 120 ellátottja 10 lakóházba költözhetett, és bár rendelkeztek ilyen eszközökkel, mindenből csak egy volt. Az E-Generációért Egyesületnek köszönhetően immár minden házba jutott ezekből a gépekből. Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy súlyos halmozottan sérült lakókkal dolgozunk, akiknek nagy részében nincsen családjuk. Úgyhogy az otthon az, ami megadja nekik azt a pluszt, amivel boldog lehetek az életük. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél több olyan szabadidős programot nyújthassunk nekik, ami valami pluszt ad az életükben, és Ádáméknak a sportnapjaik például mindig nagy örömmel várják, és nagy örömmel beszélnek utána hetekig is ezekről a programokról. Az adományok beszerzése és átadása a Profili Alapítvány pályázatának köszönhetően valósulhatott meg 769 000 forint értékben.